Egy hete látványos felújítási munkálatok kezdődtek a gimnáziumnál. Mi történik? Ennek a felújításnak, illetve a korszerűsítésnek májusra nyúlnak vissza az előzményei. Május 5-én egy kormányrendelet mellékletében megjelentek azok az intézmények, akik egy kiemelt projektben vehetnek részt, és erre az országban 9 milliárd forint volt. A projekt támogatása az energetikai korszerűsítést jelent, és ezután Lenti Város önkormányzata, mint az épület tulajdonosa pályázott a KEOP pályázatra, aminek a pontos címe a következő: középületek kiemelt jelentőségű épület energetikai fejlesztése. És erről a pályázatnak az eredményéről augusztus utolsó napjában, szeptember elején kapott az önkormányzat választ, illetve kiderült, hogy ez a pályázat nyert, és a pályázat keretében ugye közben lefolytatta az önkormányzat a közbeszerzési eljárás, amelynek győzteséül a pályázat nyertes voltát kihirdetés után tették közli azt, hogy a Lenti Építőipari Kft., a Leko Kft. Nyerte meg a munkálatokat. Természetesen ő alvállalkozók bevonásával fogja elvégezni ezt a korszerűsítést. A korszerűsítés tartalma a következő: a homlokzat szigetelése, illetve a hőszigetelése, a tető víz és hőszigetelése, és ezen kívül a nyilászárók cseréje. A jelenlegi munkálatok, amik folynak, egyrészt a hőszigetelés, 17 centi hőszigetelést kap az oldalt az épület, illetve párhuzamosan megy a tető szigetelése és vízszigetelése is, és a jövő héten jönnek a nagyobb munkálatok, hiszen a régi 51 néhány éves ablakok cseréjére kerül sor. Jövő héten jönnek meg az ablakok, várhatóan a hét elején, és azután szerelik be ezeket az ablakokat. Műanyag ablakok lesznek, körülbelül ugyanilyen osztásúak, mint a mostaniak, csak a szárnyai különbözőképpen mozognak. Hogyan sikerül emellett biztosítani a zavartalan oktatást? Ebben a két hétben, amióta itt munkálatok vannak, hála Isten, belső munkálatokra még nem került sor. Van egy ilyen szerdai konzultáció, ahol a kivitelező, az önkormányzat, illetve az építésvezető és egyebek jelennek meg, és akkor mindig egyeztetjük azt, hogy milyen kéréseink vannak, mi lesz a következő munka, és nagyon pontos térképet, hogy úgy mondjam, egy ilyen idő térképet kaptunk a fővállalkozótól, és annak az a lényeg, hogy a belső munkálatokat szakaszolták, és a jövő héten kezdődnek meg például a keleti homlokzat, nagyépület keleti homlokzatának a munkálatai. Ezen belül is 4-5 munkálat van, és például az első rész 5 darab tanteremnek a nyilászáró cseréje, tehát amire ez a nap, amire kijelölték ezt a 6 nap különben az első mozzanat, akkor előtte ki kell pakolnunk a termekből, szabaddá kell tenni azokat a falakat, amelyeken a nyilászárók vannak, és illetve amikor ebbe szertár, vagy raktár, vagy ilyen kerül, akkor ezekből ki kell pakolnunk előtte, és a gyerekeket más terembe kell elhelyezni. Itt lesznek egymással párhuzamos munkálatok, tehát lesz, amikor 4 teremből el kell menni a gyerekeknek másik termekbe, illetve közben folytatódik mondjuk egy WC blokk felújítása, de közben már dolgoznak a konyhán. A legfontosabb az, hogy valójában itt szeptember 24-től november 30-áig mindennek készen kell lenni, tehát a belső munkálatoknak is, és közben a külső munkálatoknak is. Az irodák, illetve az ebédlő felújítását ezt az őszi szünetre ütemezték be, ez nagyban megkönnyíti a munkánkat, és hát ugye az oktatásban mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy természetesen az oktatás a legfontosabb, és ez zökkenőmentesen menjen. Lesznek olyan kistermek, amelyben több gyereket kell majd bezsúfolni, de megmondom őszintén, ez egy régi vágyunk volt, hogy ez a 62-ben épült épülettel valami történjen, és mindent meg fogunk tenni, hogy partnerei legyünk a kivitelezőnek abban, hogy itt rajtunk nem újjon ez a felújítás, illetve körszerűsítés. Ehhez kapcsolódik is a kérdésem, hogyan értékeli az igazgató a megvalósuló fejlesztést? Hát nagyon örülök ennek a fejlesztésnek, és nem akarok telhetetlen lenni, de ez egy sorozatnak az első állomása kell, hogy legyen. Ugyanis ez a fejlesztés, illetve projekt, amire pályázott az önkormányzat, sajnos nem tartalmazza a fűtés korszerűsítést és egyéb dolgokat. Tehát ha ez a pályázat lemegy, akkor a következő célja a városnak is, mint tulajdonosnak, illetve az intézményvezetősnek, illetve a fenntartó kliknek, az lesz, hogy egy újabb pályázattal például a fűtés korszerűsítést tudjuk megoldani, mert
ez a kettő így fogja az energiahatékonyságot szolgálni. Másrészt pedig nagyon régóta nem voltak a folyosók kifestve, a belső ajtók is cserére szorulnak, tehát itt úgy gondolom, hogy további pályázatok kellenek ahhoz, hogy kényelmes és esztétikusabb és modernebb körülmények legyenek itt az épületben.